12. fejezet. Az emberi értelem. Egy valaki volt csak Tarzan törzsében, aki vonakodott őt vezérének elfogadni. Ez Terkóz, Tublat fia volt. De annyira félt új urának éles késétől és halálos nyilaitól, hogy ellenkezését mindössze kicsinyes engedetlenségekkel és bosszantó különbségekkel merte csak kinyilvánítani. Tarzan azonban tudta, hogy igazából csak az alkalmat lesi, amikor valamilyen váratlan hitszegő fondorlattal elragadhatja tőle a királyi címet. Ezért állandóan éberen figyelt, nehogy meglepetés érje. A kis csapat élete hónapokon keresztül ugyanúgy folyt, mint eddig. A különbség csupán annyi volt, hogy Tarzan nagyobb intelligenciájának és vadászi képességének eredményeként bőségesebb táplálékhoz jutottak. Így a legtöbben nagyon is elégedettek voltak azzal, hogy megváltozott az uralkodó személye. Tarzan éjszakánként elvezette őket a fekete emberek földjére. Itt főnökük bölcs intelmeit megfogadva csak azt tették meg, amire valóban szükségük volt. Soha nem tették tönkre, amit nem tudtak elfogyasztani. Így azután, bár a feketék dühöngtek terményeik folyamatos megdésmálása miatt, azért nem ment el a kedvük földjeik megművelésétől. Pedig ez könnyen megtörténhetett volna, ha Tarzan megengedi népének, hogy kedvére garázdálkodjék az ültetvényen. Ebben az időszakban Tarzan számos alkalommal látogatott el éjjelente a faluba. Újra meg újra ellátta magát nyilvesszővel. Hamarosan észrevette az ennivalót a nagy fatövében, amely biztosította számára az átjutást a cölöpkerítésem. Így azután kis idő múlva kezdett szépen mindent megenni, amit a feketék kiraktak. Amikor a tiszteletteljes rémülettől reszkető vademberek észrevették, hogy az étel eltűnt az éjszaka folyamán, döbbenet és rettegés töltötte el szívüket. Élelmet már máskor is tettek ki valamilyen isten vagy gonosz szellem kiengesztelésére, de még sohasem fordult elő az, hogy a földön túli lény valóban el is jöjjön a falujukba és megegye. Ez újdonság volt számukra, és ködös félelmeket keltett babonás hitükben. Ez még nem minden. Nyilaik időről időre eltűntek. Egy láthatatlan lény rendszeresen a bolondját járatta velük. Mindettől egyre inkább valóságos nyűgnek érezték az életet új otthonukban. Mbonga és a többi vezér arról kezdett beszélni, hogy hagyják el a falut, és keressenek a dzsungelben új alkalmas helyet. A fekete harcosok ezentúl, amikor vadászni indultak, egyre mélyebben hatoltak be déli irányban az őserdő szívébe. Új helyet kerestek a falunak. Tarzan törzsét is egyre gyakrabban zavarták meg ezek a kalandozó vadászok. Az őserdő csendes, kegyetlen magányát újfajta, különös kiáltozás verte fel. Oda lett az erdő madarainak és vadjainak biztonsága. Megérkezett az ember. Más állatok is kószáltak keresztül kasul a dzsungelben. Gyengébb szomszédaik azonban ilyenkor épp csak a közvetett közelükből menekültek el. A veszély elmúltával visszatérhettek megszokott helyükre. Az emberrel más a helyzet. Ha ő megjelenik, a nagyobb állatok közül sokan teljesen eltűnnek a környékről. Ritkaság számba megy, ha valaha is visszatérnek. Így volt ez a nagy emberszabású majmokkal is. Úgy menekültek az ember elől, mint az ember a pestis elől. Tarzan törzse kis ideig a tengerpart közelében kószált. Új főnökük írtózott még a gondolatától is annak, hogy mindörökre megváljék a kis kunyhó féltve őrzött tárgyaitól. A törzs tagjai a nemzedékek óta ivóhelyül szolgáló patakocska partján egy napon nagyszámú feketére bukkantak. Látták, hogy azok jó darabon kiírtják a dzsungelt és kunyhókat emelnek. A majmok ekkor már nem voltak hajlandók tovább itt maradni. Tarzan jó pár napig tartó menetelés végén elvezette őket a szárazföld belsejében egy olyan helyre, ahová az ember fia még nem tette be a mocskos lábát. Tarzan havonta egyszer visszatért, hogy egy-egy napot tölthessen könyvei között, és újra ellássa magát nyilvesszővel. Az utóbbi azonban egyre nagyobb nehézségekbe ütközött. A feketék ugyanis újabban azt a szokást vették fel, hogy éjszakára elrejtették nyílkészletüket csűrjeikben és lakóházaikban.
ezért Tarzannak napközben kellett megfigyelni, hogy hová dugják el a nyílveszőket. Kétszer is behatolt a kunyhókba, miközben azok lakói gyékényeiken aludtak. A harcosok orra előtt lopta el a nyilakat. Belátta azonban, hogy ez a módszer túlságosan is veszélyes, ezért elkezdett magányosan kóborló vadászokat elkapni hosszú, halálos kötélhúrkával. Elvette fegyvereiket, ékszereiket, és az éjszakai nyugodalmas időszakban valamelyik magas fáról lehajította tetemüket a falu utcájára. Ezek az ismétlődő, otromba tréfák újra csak annyira megrémítették a feketéket, hogyha Tarzan látogatásai között nem lett volna egy-egy havi nyugodalmuk, hamarosan elhagyták volna új falujukat. A feketék még nem jutottak el Tarzan kunyhójáig, de a majomember örökös rettegésben élt. Attól félt, hogy amíg oda van a törzsével, felfedezik és elrabolják kincseit. Így esett, hogy egyre több és több időt töltött apja utolsó otthonának környékén, és mind kevesebbet törődött törzsével. A kis közösség tagjai hamarosan kezdték megsínyleni a magukra hagyatottságot, mert állandóan adottak olyan viták és összezördülések, amelyeket csak a király tudott elsimítani békés eszközökkel. Végül az idősebb majmok közül néhányan szóvá tették ezt Tarzannak, aki azt követően egy hónapig állandóan a törzsével maradt. A királyi méltósággal nem járt túlságosan sok vagy fáradtságos teendő az emberszabású majmok között. Délután például jelentkezik Taka. Elpanaszolja, hogy az öreg Mungó elhappolja új feleségét. Ilyenkor Tarzannak kötelessége mindnyájukat a maga színe elé citálni. Ha az derül ki, hogy a feleség ragaszkodik új urához, elrendeli, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. Esetleg Mungó adja oda cserébe egyik lányát Takának. Bárhogyan dönt is, a majmok megnyugszanak szavában, és elégedetten visszatérnek foglalatosságaikhoz. Egyszer csak sikoltozva és vérző oldalára szorított kézzel megjelenik Tana, akit Guntó, a férje, csúnyán megharapott. A megidézett Guntó viszont azt állítja, hogy Tana lusta, nem hajlandó neki diót és bogarakat hozni, sem pedig a hátát vakarni. Tarzan ilyenkor megszidja mind a kettőt. Guntót megfenyegeti, hogy kaphat egyet a halált hozó botok közül, ha továbbra is bántalmazza Tanát. Tana pedig a maga részéről kénytelen megígérni, hogy nagyobb figyelmet fog szentelni asszonyi kötelességeinek. És így tovább, és így tovább. Csip-csup családi perpatparokról van szó nagyobb részt, amelyek azonban, ha nem rendeződnek, később komolyabb elviszályokhoz, sőt, végezetül a törzs felbomlásához is vezethetnek. Tarzan mégis megunta a dolgot, mihelyt rájött, hogy a királyi teendők szabadságának megnyírbálását jelentik. Vágyott a kis kunyhó után, a napsütötte tengerpart után, hiányzott neki a takaros kis ház hűvös félhomája, és a sok-sok könyv vége érhetetlen meg annyi csodája. Ahogy idősebb lett, egyre inkább eltávolodott népétől. Az ő érdeklődési köre meg amazoké mind inkább különbözött egymástól. Nem tartottak lépést vele, és képtelenek voltak felfogni bármit is abból a sok-sok furcsa és csodálatos álomból, amely emberkirályuk tevékeny elméjét foglalkoztatta. Szókincsük olyan csekély volt, hogy Tarzan nem tudott elbeszélgetni velük azokról az új ismeretekről, és a gondolkodása ama társas térségeiről, amelyeket az olvasás nyitott meg mohó szemei számára. Még közölni sem tudta velük, miféle vágyak kavarognak lelkében. A törzsön belül nem maradtak barátai sem. A kisgyerek sok különös és egyszerű lény körébe képes társaságra lenni, de a felnőtt férfi számára valamiféle szellemi rokonság vagy azonosság kívántatik meg a bensőséges viszonyhoz. Ha Kala élt volna, Tarzan minden másról lemondott volna, csak hogy a közelében lehessen, de ő meghalt. Gyermekkorának játszótársai pedig felnőttek, és mogorva fenevadakká váltak. Úgy érezte, hogy sokkal szívesebben van kunyhójának békéjében és magányában, mint a vadállatok hordájában, terhes vezéri kötelmeit teljesítve. Terkoznak, Tublat fiának gyűlölködése és féltékenysége nagyban hátráltatta Tarzant abban, hogy lemondjon vezéri tisztéről. Önfejű angol úr volt, és nem tudta rászánni magát, hogy visszavonulót fújjon egy ilyen rossz akaratú ellenféllel szemben. Tudta, hogy bizonyosan Terkozt választanák meg a helyébe, mert ez a fenevad újra meg újra kifejezésre juttatta erőfölényét azzal a néhány kifejlett hímmel szemben, aki rossz néven merészelte venni otromba garázdálkodását. Tarzan a kés vagy a nyíl igénybevétele nélkül szeretett volna Terkoz fölébe keveredni. Az eltelt idő alatt akkorát erősödött és ügyesedett, hogy kezdte hinni.
Puszta kézzel vívott küzdelemben is képes lenne megfékezni a rettegett terkoszt. Az emberszabású majomnak csupán óriási tépőfogai jelentettek rettentő nagy előnyt a természettől eltéren kevésbé felfegyverzett Tarzannal szemben. Egy nap aztán az események más fordulatot vettek. A törzs egy tekintélyes nagyságú területen szétszóródva békésen táplálkozott. Egyszerre éles visítás hallatszott kelet felől, kissé távolabb attól a helytől, ahol Tarzan egy átlátszóan tiszta vízű csermely partján feküdt, és villámgyors kezével próbált meg elkapni egy ravaszdi halat. A törzs tagjai, mint egy vezényszóra sebesen indultak a rémült kiáltozás irányába. Megérkezve Terkoszt pillantották meg, aki hajánál fogva cibált, és hatalmas kezeivel kíméletlenül püfölt egy idős nőstényt. Tarzan, amikor közelebb ért, figyelmeztetőleg felemelte a kezét. Jelezte Terkosznak, hogy hagyja abba, mert a nőstény nem az övé. Egy szegény öreg majomé, aki számára a harc napjai rég leáldoztak már, és aki ennek következtében nem tudta megvédeni a családját. Terkoszt természetesen tudta, hogy fajtája törvényei ellen van másasszonyát megverni, de kihasználva a férj gyengeségét megbüntette a nőstényt, mert az nem volt hajlandó odaadni neki az imént fogott zsákmányt. Amikor Terkoszt látta, hogy Tarzan nyílai nélkül közeledik, csak azért is folytatta a szegény asszony cséplését, dacolni akar gyűlölt főnökével. Tarzan nem figyelmeztette még egyszer, hanem teljes lendülettel rárontott a várakozó Terkoszra. Utoljára akkor vívott ilyen rettenetes harcot a majomember, amikor Boglánival, az óriás gorillával küzdött, akit bár legyőzött, de az szörnyűségesen helybe hagyta őt. Tarzan kése ebben az esetben épp csak hogy ellensúlyozta Terkoszt villogó fogait. A majomnak az emberrel szembeni nagyobb erejét az utóbbi fantasztikus ügyessége és fürgessége szinte teljesen kiegyenlítette. Ezzel együtt a majom esélyesebbnek tűnt. Ha Tarzan a dzsungel fia, az ifjú Lord Greystock nem rendelkezett volna még valamilyen személyes tulajdonsággal is a harc végső kimenetelének befolyásolására, úgy halt volna meg, ahogy élt, az egyenlítői Afrika ismeretlen fenevadjaként. Rendelkezett azonban azzal a parányi szikrával, amely az ember és az állat közötti roppant különbség hordozója. Az értelem fegyverével. Ez volt az, ami megmentette őt attól, hogy Terkoszt acélos izmai és óriás tépőfogai között lelje halálát. Néhány másodperce küzdöttek csupán, s már is a földre hemperegtek egymást csépelve, marcangolva, szaggatva, két óriás fenevad módjára. Terkoszt jó néhány készúrás kapott a fejére és a mellébe, Tarzan teste pedig felszakadt és vérzett. Fejbőre egy helyen félig levált a koponyájáról, és nagy darabon belelógott a szemébe. Alig látott tőle. Ennek ellenére az ifjú angolnak sikerült távol tartani a nyaki ütőerétől a rettenetes tépőfogakat. Pár pillanatig alábbhagyott a küzdelem, kissé kifújták magukat. Tarzan ezt kihasználva ravasz tervet eszelt ki. Meg fogja próbálni, hogy a másik háta mögé kerüljön, és foggal körömmel rácsimpaszkodva addig szurkálja késével, míg Terkoszt ki nem múlik. A művelet végrehajtása könnyebben ment, mint gondolta. Az ostoba állat, nem tudva, hogy Tarzan mire készül, nem nagyon igyekezett megakadályozni a terv kivitelezését. Amikor végül rájött, hogy ellenfele oly módon akaszkodik rá, hogy foga, ökle egyformán hatástalan vele szemben, Terkoszt olyan hevesen kezdte hányni vetni magát a földhöz, hogy Tarzan alig tudott rajta maradni. Mielőtt még szúrhatott volna, egy heves földrecsapás következtében kiesett a kés a kezéből. Tarzan ezzel egyszerűen fegyvertelenné vált. Szörnyű kétségbe esett és bizonytalan percek következtek, míg végül Tarzannak sikerült karját hátulról átsúsztatni a Terkoszt hóna alatt, és alkarjával meg kezével rátapadt a tarkójára. A modern birkózásban alkalmazott szimpla Nelson volt ez, amelyet a majomember véletlenül használt. Értelmével azonban egy pillanat alatt átlátta, hogy micsoda értékes dolog az, amit kitalált. Ez volt az a különbség, amely az ő javára döntötte el ezt az élet-halál harcot. Most már azért küzdött, hogy sikerüljön bal karjával is hasonló módon befogni ellenfelét, és néhány pillanat múlva Terkoszt bikanyaka ropogni kezdett a dupla Nelson szorításában. Nem volt többé menekvés. Tarzan rátapadt Terkoszt hátára. Egyre lejjebb és lejjebb szorította a majom kerek fejét. Tarzan tudta, hogy ennek mi lesz az eredménye. Még egy pillanat, és a másik nyaka eltörik.
Ekkor Terkoznak ugyanaz sietett a segítségébe, ami szorult helyzetét okozta. Az emberi értelem hatalma. Mi hasznom van abból, ha megölöm? Gondolta Tarzan. Hiszen csak annyit érek el, hogy a törzs szegényebb lesz egy jó harcossal. Ha Terkoz meghal, semmit sem fog tudni többé a fölényemről vele szemben. Ha életben maradt, példája örökké intőjel lesz a többi majom számára. Kágoda! Sziszegte Tarzan Terkoz fülébe, ami a majmok nyelvén szabad fordításba annyit tesz, mint megadod magad? Előbb semmilyen válasz nem hallatszott, ezért Tarzan némileg fokozta a szorítás erejét. Ez rémült és fájdalmas vonítást váltott ki az óriás fenematból. Kágoda! Ismételte meg Tarzan. Kágoda! Kiáltott Terkoz. Figyelj ide, mondta Tarzan, lazítva kissé a szorításon, de nem engedve ki a fogásból ellenfelét. Én Tarzan vagyok, a dzsungel fia, híres vadász és híres harcos. Az egész dzsungelben senki nem olyan hatalmas, mint én. Azt mondtad nekem, hogy Kagoda. Az egész törzs hallotta. Ne békétlenkedj többé se királyoddal, se népeddel, mert legközelebb megöllek. Megértetted? Hú, hangzott Terkoz igenlő válasza. És megnyugszol benne? Hú, mondta a majom. Tarzan elengedte, és néhány perc elteltével már mindannyian vissza is tértek a maguk dolgához, mintha mi sem történt volna, semmi sem zavarta volna meg a számukra ő kedves őserdő nyugalmát. A majmok agyának mélyén azonban gyökeret vert az a meggyőződés, hogy Tarzan híres harcos és különös lény is egyben. Módjában állt volna megölni ellenségét, de nem bántotta, ha nem életben hagyta. Aznap délután, amikor a sötétség leszállta előtt a törzs egybegyűlt, Tarzan kimosta sebeit a patak vizében, és magához hívta az öreg hímeket. Ma újra láttátok, hogy Tarzan, a dzsungelfia a leghatalmasabb közöttetek, mondta. Hú, helyeseltek együttetően, Tarzan valóban hatalmas. Tarzan, folytatta ő, azonban nem majom. Nem olyan, mint az övéi. Az ő útjai nem népének útjai. Ezért Tarzan visszamegy a maga fajtájának odujába, a nagy tó vizéhez, amelynek nincs túlsó partja. Választanotok kell valaki mást, aki vezet titeket. Tarzan elmegy, és nem fog visszatérni. Ezzel az ifjú Lord Greystock megtette az első lépés célja felé, amelyet maga elé tűzött. Magához hasonló fehér embert kell találnia.